Az idei évben is több alkalommal jártam egyében az agrárminiszter, aki igyekezett minden alkalmat megragadni arra, hogy találkozzon a szabolcsi gazdákkal. Az ágazat szereplői számára nehézségekkel teli volt a 2021-es esztendő, ezért Nagy István szerint elismerést érdemelnek azért, hogy nem volt hiány hazai élelmiszerekből. Kihívásokat teli esztendő az idei, hiszen 4 vírussal is küzdenünk kellett. Egyrészt az saját egészségünk veszélyeztetésével, a Covid-dal, afrikai sertéspest is tombol a vaddisznó állományban, és természetesen ezért védekeznünk kell a sertésbe. Látjuk is a piaci következményeit mindennek, hiszen az export tételeink mind állnak le és maradnak itthon, és szerte Európában, ami még nagyobb probléma. Itt a madárinfluenza vírusa, amely most már ezrével pusztítja a baromfi állományt, főleg a víziszárnyas állományt és a pulykállományt. Ez megint csak egy óriási kihívás. És természetesen itt volt a pánikvásárlásnak a vírusa is, amely a fogyasztói szokásainkat alakította át, és mindezt helyt kellett állni. Én innen is köszönettel és hálával tartozom a magyar gazdáknak, hogy készek voltak erőt megfeszítve gazdálkodni úgy, hogy minden nap került friss étel és ital az asztalra. A járványok mellett a tavaszi fagyok és az azt követő hosszú aszályos időszak is jelentősen befolyásolták a piaci viszonyokat. Ha belegondolunk a tavasz indulásba, a koratavaszi fagyoknak a szerepébe, a zöldség-gyümölcs ágazatot mennyire megnehezítette, hiszen a kajszti barackállomány szinte teljes egészében tönkrement. Ez mind-mind nehéz piaci helyzeteket idézett elő, és bizony gazdák megélhetését veszélyeztette. Majd jött egy 153 napig tartó aszályos időszak, amely aztán ahhoz vezetett, hogy a gabonárak az égbe mentek, és nagyon megdrágultak. Ez megint csak egy nehéz helyzetet idézett elő, hiszen ennek következő vannak, mert a gazdák egyik szeme sír, hiszen a magas gabonár az nyilván óriási takarmányárakat jelent, a másik nevet, mert persze nagyobb bevétele van a növénytermesztőknek. De valahol az egyensúlyt meg kell teremteni, mert egymás nélkül nem megy. És ez a feszítés van, ez a belső feszítés van a magyar ágazatban is, hogy egy rendkívül magas takarmányár, ami egyébként a növénytermesztésnek jó, de a takarmányárak növekedése, az állattenyésztést annak a körülményeit nehezíti. A miniszter kiemelte, az idei évben az Európai Unióval folytatott tárgyalások eredménye határozza meg a magyar gazdák tevékenységét és versenyképességét a következő 7 éves ciklusban. Az az esztendő, ahol meg kellett kötni a kompromisszumot, meg kellett kötni azt a megállapodást, amely a támogatási rendszerekben megnyilvánul. És ez az esztendő, ahol a magyar kormány meghozta azt a történelmi léptékű döntését, amelyre nagyon büszkék lehetünk, hogy az Európai Uniós támogatási források nemzeti kiegészítő részét 80%-os mértékre emelte föl, ami Európában példátlan. Ez azt jelenti számunkra, hogy megháromszorozódik a vidékfejlesztésre jutó forrás, hiszen 4265 milliárd forintot tudunk a gazdák versenyképességének javítására, beruházás ösztönzésre fordítani az elkövetkező 7 évben. Ez példanélküli, soha nem volt ekkora összegünk, ez háromszor több, mint a megelőző 7 éves időszakban. Ez mind-mind biztosítja azt, hogy a gazdáink az elkövetkező időben jobb beruházási körülmények között versenyképesebben tudjanak majd termelni. Nagy István arról is beszélt, hogy a sertéstenyésztőket érintő gondok miatt 19 országgal együttműködve kezdeményezték az Európai Uniónál a krízis alap megnyitását azért, hogy a gazdák mielőbb pénzügyi forráshoz juthassanak.